Korábbi pártársai támadják az egykor Fidesz-KDNP színekben polgármesternek választott, de most független Széchenyi városvezetőt. 100 millió forintot keresnek rajta, amit egy útépítésre fizetett ki előre a város, a munkálatok azonban meg sem kezdődtek. A polgármester híradóknak azt mondta, mindent megtesz azért, hogy az út elkészüljön és a késedelem miatt a város kártérítést kapjon. Felelőtlenül a munkát előre kifizették. Se út, se pénz, a munka nem készült el. Polgármester úr, hol a 100 millió? A Fidesz városi elnöke szerint a polgármester baráti cége kapta meg a munkát, melyet a korábbi önkormányzati ciklusban nyert pénzből már meg kellett volna építeni. Közel egy éve előre kifizetett 100 millió forintot kerítsék elő, és aszfaltozzák le végre ezt az utat, amelyet minden hétvégén több mint 1000 ember használ, hogy lejussanak a Széchenyi horgásztavakhoz. A helyiek 20 évet vártak erre az útra, hogy le legyen aszfaltozva. A korábbi Fidesz-KDNP polgármester ellen most felszólaló kormánypárti képviselők azt mondják, hogy információkat is alig kapnak a beruházás körülményeiről. A polgármester nagyon megnehezíti az adatoknak a nyilvánosságra hozatalát. Nekünk képviselőknek is nagyon nehezen, hosszas utána járás utánra sikerült csak bizonyos részadatokat megkapni. Jogos a felháborodás, engem is bánt a dolog, hogy nem készültünk el, nem készült el az út határidőben. Nyilván azon vagyunk, hogy ez minél előbb meglegyen. A polgármester jogi lépéseket ígér annak érdekében, hogy minél előbb elkészüljön az útszakasz. Szeretnék az ügyben is mindenkit megnyugtatni, hogy az önkormányzat számára ugyanolyan fontos az önkormányzat tulajdonában lévő közel 300 horgászt kiszolgáló önkormányzati tó, kulturált úton való megközelítése, mint a Varga Véla, Borik Albert képviselőtársai magántulajdonában lévő tavak megközelítése is. A polgármester egyébként azt állítja, hogy a pénzt a szerződésnek megfelelően szabályosan utalták el, a vállalkozót pedig már felszólították, hogy kezdje el a munkát.